Franciaországban 20 percenként ellenszegül egy autós a rendőröknek, ez derül ki a Magyar Nemzet összeállításából, amelyet azután készített, hogy egy hétig tartó migráns lázadás tört ki az országban, mert egy rendőr lelőtt egy ellenszegülő algériai származású sofőrt. A zavargások résztvevői óriási károkat okoztak, középületeket, autókat, buszokat rongáltak meg. Elemzők szerint a rombolás nagyrészt olyan másod vagy harmadgenerációs fiatal bevándorlók követték el, akik nem fogadják el a francia állam szabályait, Brüsszel pedig éppen most kezdte el ismét erőltetni a kvóták szerinti szétosztást. Az elmúlt bő egy hétben szinte polgárháborús állapotok alakultak ki Franciaországban, miután egy rendőrt lelőtt egy algériai származású fiatalt, aki ellenállást tanúsított a közúti igazoltatáskor. Volt, ahol egész város részeket vertek szét, a többségében migrációs hátterű fiatalok. Több mint 240 településen autókat és buszokat gyújtottak fel, középületeket támadtak meg, és üzleteket fosztottak ki. A közvetlen kár több 10 millió euró, nem beszélve a gazdaságot és a turizmust ért veszteségekről. Összesen 45 ezer francia rendőrt vezényeltek az utcákra, de sokáig ők sem tudták megfékezni a rendbontást. Az engedékeny bevándorlás politika véres és pusztító migráns lázadáshoz vezetett Franciaországban. Erről írt a napokban az egyik legnagyobb francia napilap, a Le Figaro főszerkesztő helyettese. Az újságíró szerint óriási a baj az országban. Ezek másod-harmad generációs bevándorlók családtagjai, leszármazottjai, fiatal gyerekekről van szó az utcákon, fiatal gyerekek törnek, zúznak. Nem fogadják el a francia kultúrát, nem fogadják el az együttélés szabályait, nem fogadják el a francia állam fennhatóságát, ez nagyon fontos. A no-go zónákban, a francia békeidőkben is, tehát hogy nem csak ebben az egy hétben beszélünk erről, nem mernek bemenni a rendőrök, a tűzoltók csak rendőri felügyelettel. Franciaországban az elmúlt hetekben elsősorban migrációs hátterű fiatalok törtek, zúztak országszerte. Erről már az M1 Világ című magazinjának szakértő műsorvezetője beszélt. Sós Eszter Petronella az elmúlt napokban Franciaországból tudósított. Szerinte Franciaországban a migráció kapcsán egy 40-50 éves folyamatról van szó, és nagyon sok kérdés merül fel rendészeti, oktatási és szociális szempontból. Hozzátette, a jelenlegi helyzetet kiváltó okokkal a politikusoknak foglalkozniuk kell. Azt gondolják, hogy ha mindenki megkapja az oktatást, azokat a közszolgáltatásokat, amik járnak, akkor ugye itt egy érdemalapú társadalom jöhet létre, és azt látjuk, hogy ez az ígéret nem valósul meg. Tehát, hogy nagyon nyersen fogok fogalmazni, valószínűleg hozzá kell nyúlni a hagyományos francia eszközökhöz, mert nem, jelenleg nem hozzák rövid távon legalábbis biztosan azokat az eredményeket, amelyekre szükség van. Franciaországban 20 percenként ellenszegül egy autós a rendőröknek, ezt nyilatkozta még 2021-ben a francia belügyminiszter, amit a Magyar Nemzet idézett. A portál cikkében kiemeli, a legutóbbi ilyen eset mindössze pár nappal a zavargásokat kirobbantó eset előtt, június 18-án történt. Akkor egy autós nem volt hajlandó megállni az őt igazoltatni szándékozó rendőröknek, akik üldözőbe vették. Ezt követően összeütköztek, három egyenruhás sérült meg, egyiküket meg is kellett műteni. Franciaországban egy 2017-es törvény értelmében a rendőröknek jogukban áll a fegyverhasználat, ha úgy érzik, hogy az intézkedésnek ellenszegülő sofőr a testi épségüket vagy az életüket veszélyezteti. Ezt a törvényt egyébként azt követően fogadták el, hogy 2016-ban 4 rendőr sérült meg, amikor tucatnyian molotov koktélokkal támadtak az autójukra.